Jó napot, Ilonkám! Jó napot, Dömös úr! Parancsol valamit? Egy asztalt kérek. Tessék, habbal kíván? Nem, négy lábbal. Miért akkor habbal? Tessék, helyet foglalni. Köszönöm szépen. Egy pillanatra, Ilonkám! Tecsik nincs itt valahol? Ma még nem láttam. Nem? Hála Isten! Megszöktem előre a Luxorból. Már nem bírom a marhaságait. Szolgálja! Sziesztezunk, Dömöském! Sziesztezunk! Most még csak azt jelzik, hogy ez a hólyag pulhanek is, ez a cicverek. Betegye ide a lábát! Szépen összejöttünk. Nagyon szépen, nagyon! Most már mindjárt is kezdhetik a panaszkodást. Zácsik úgyis napok óta hosszú orral jár. Na, maga se panaszkod. Valami baj van? Talán kanásztáncot járja körömömbe, mi? Nem sokára menesztenek, kérem, ebből a kis anyagkönyvelői állásgomból. Miért csinált valamit? Hol él maga, Dömöském? Maga nem tudja, azt kérem szépen, hogy az idősebbeket mindenütt paterolják az állásokból. A helyükre fiatalokat tesznek, akiket már ezek neveltek. Bezony. Így van, cicvarek. Pontosan így. A csekk úr tudja. Tudja, mit tud? Ostoba rémhíreket tenni. Rémhíreket? Magának talán az is rémhír, Dömöském, hogy Lepsényit menesztették az Egyesült Izzóból, mi? Lepsényit nyugdíjazták, mert 67 éves. Kodály Zoltán 80 éves. És még ma is hagyják zenét szerezni. Olyan. Na de ő benne van a buliba. Így van, cicvere. Így bizony. Kérem, ez a Kodály Zoltán, ez csak leüt egy hangot a hegedűn, és már kosuddik. De hallott maga már egy kosuddias anyagkönyvelő? Olyan. A büdös életbe, uram. Kodály egy világnagyság. Jó, kérem, én elismerem, de én azt is hallottam, hogy most már állítólag ebbe a kiszbe is csak fiatalokat vesznek föl. Bezony. Vagy mutasson kérem nekem egyetlen 50 éven felüli manuszt, akit kiküldenek a vitre. Legfőjebb a sitre, ura. Hogy maga milyen elfogult, hát a vitnek és a kisznek már a nevében is benne van az ifjúsági. Jó, jó, ezt már azért találták ki, hogy az idősebbeket meneszteni lehessen. Az olyanokat, mint én vagyok, aki valaha magánszektor voltam. Ezért kell nekem még ma is szenvedni. Szenvedni? Mit szenved maga? Olcsók, fecseg, semmi baja nincs, remek állása van. És hogyha nem beszél félre, akkor még elő is léptethetik. Az igazság vize ömlene a maga szájából, Dömös. Na de én már megelégednék ebben a vacak kis anyagkönyvelői állást. Miért ez magának nem jó? Miért? Hát mi akarna maga lenni tulajdonképpen? Engem például nem lehetne kinevezni mondjuk egy nagy gyárba, teszem azt diszpáncsernek? Vagy stockholmi nagykövetnek? Miért? Nem vagyok egy belevaló gyerek? Jaj, de milyen belevaló gyerek? Miért? Engem nem lehetne kinevezni, kérem szépen. Maga azt hiszi például, hogy én nem vagyok elég képzett, mi? Ideológiailag. Hát ha mindent akar tudni, én nemrégiben elolvastam egy fejezetet ebből az Antal Düring című dologból. Az nem Antal Düring, az Anti-Düring. Anti-Anti, hát becézni nem fogom. Nálam az a baj, kérem, hogy én 45-ben nem iratkoztam fel az ellenállók közé. Úgy van, és nem jelentkezett kitüntetésére. Maga, mint ellenálló. Miért? Tudom, amúgy is több ellenálló jelentkezett, mint amennyi az egész ország lakossága. Mondja majd egyet többen lettünk. Na, és mi haszna lenne belőle? Ma már mindenkiről tudják, hogy ki volt, mi volt. Igen, de csak akkor, hogyha lebukod. Bezzel! Addig nuk, uram!
akkor aztán kiderítik róla, hogy az anyja csendőrtiszt volt. Az apja pedig Mária Terézia izéje. Udvarhölgyek. Miket beszél maga itt össze? Vagy fordítva, mindegy, de csak akkor, hogyha lebukott, kérem, addig semmi. Úgy van. Igaza van Zacsek úrnak, és az a baj, kérem, hogy Zacsek úrnak nincsen protekciója. Na tessék, most ez a protekciót kezdi. Jó van, nevezzek, kérem, szocialista összekötetésre. Hát enélkül még útlevelet se kapni. Hát ez nem igaz. Évente 1000 és 1000 ember utazik külföldre. Igen, a Zibusszal Komáromba. De miért nem kaphatok én útlevelet, kérem, hogy meglátogathassam az onoka füvéremet, akit 5 éve nem láttam Münchenbe. Úgy van. Hogy kerül a maga unoka füvére Münchenbe? Úgyhogy tápjó szelére ment, kérem, kiküldetésbe, és véletlenül Münchenbe szállt le a vonat. Megtörténik. És nem jött vissza? Vissza, ide. Na ne játssza meg magát. Hát ő odakint párttag, ura. Melyik pártnak a tagja? A Szabad Magyarok pártja. És ehhez akar ma kimenni, mi? Miért? Nekem nincs jogom meglátogatni az onoka főméremet, akit 5 éve nem láttam. Még szerencse, hogy néha hallom a hangját, amint beszél a Szabad Európáról. Akkor így ő tartotta, kérem, a szemináriumot a szocialista politikáról. Együtt hallgattuk, nagyon érdekes és tanulságos volt. El tudom képzelni. Most legalább tudom, hogy Zácsek úr honnan meríti a pontos értesüléseit. De figyeljen, arról is beszélt, hogy mennyire elharapódtak itt mi nálunk Magyarországon a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények. Bözöny. Hát sajnos ez igaz. Na de hát ezek a bűncselekmények, ezek szép lassan megszűnnek. De milyen szép lassan, ő is ezt mondta. Elég volt, végeztem. Mi az maga, már akkor is dühös, hogyha pozitív dolgokat mondok? Nem vagyok dühös, és maga már engem nem fog kihozni a flegmámból, érti? Dehogy nem! Engem ma olyan öröm írt a hivatalba, ez felettet velem mindent. Na, kinevezték főosztályvezetőnek. Nem neveztek ki semminek, de a munkatársaim fölköszöntöttek, mert ma 5 éve vagyok a csoportvezetőjük. Még virágot is kaptam. Nem mondja, rezedát. Nem rossz, a beosztottaktól virág. Alárendeltjeitől. Akinek is alá van rendelve. Igen, és mi van ebben? Úgy látszik, Dömöském maga még nem hallott a személyiségi kultuszról. Virág, ünneplés, rezeda! Hagy oda, ne rohanja! Még jó, hogy a hivatalban az egyik mellékhelyiséget nem magáról nevezték. Erik! Esküszöm, megüt a buta. Ne figyeljen, Dömöském, ha magát esetleg megsimítaná a Gutmann, akkor magát szép nagy pompával ünnepélyes keretek között fogják eltemetni, és ha egy kis szerencséje van, akkor pár esztendő múlva... Így van, cicvány! Át fogják helyezni, így van bizony. Zacsi, én csak most jövök rá, hogy maga tulajdonképpen kire céloz. Céloztatok! Bár olyan teli találatom lenne a Totón ura. Locsok, fecsén is azt se tudja, hogy miről van szám. Ide figyeljen ember! A 22. kongresszus véget vett mindenfajta kiskirálykodás. Igen, és az én főnököm az magának kis kutya. Tudja, milyen kiskirály az? Ez a bonapárti Napóleon, hozzáképes kereskedő segédbót, uram. Legyen nyugodt, ő se kerülj el a sorsán. Adja az a marxista atya úr is.